Köszöntöm a duett nézőit, és tisztelettel üdvözlöm Zilai Zoltánt, a Magyar Bor Akadémia elnökét. Köszönöm, hogy ismét itt van nálunk. Köszönöm a meghívást, és köszöntöm a nézőket én is. Elnök úr, beszélgetésünk egyik apropója az, hogy alapítottak önök egy díjat, életmű díjat, amit az országházban a Kövér László elnök úr jelenlétében adtak át Tiffán Ede borásznak. Tifán Edéről mi már ebben a műsorban is beszéltünk, sőt, hozzáteszem még a fiáról, Tifán Zsoltról is volt egy külön beszélgetésünk a Dráva program kapcsán. De mielőtt magáról a kitüntetetről szólnánk, kérem, hogy a díszületéséről beszéljünk. Hogy jött a gondolat? Igen, a Magyar Bor Akadémia 1992 óta működik, és Elég szerteágazó tevékenységével próbálja szeretni a magyar borkultúrát fejleszteni és ápolni, és ennek keretében az egyik meghatározó munkája és, és sikeres feladata az év bortermelője díj odaítélése. Ez egy másik díj, ez most már ugye 26 éves hagyományra visszatekintő díj. Ebben minden évben az év kiemelt, sikeres, nagyon megbízhatóan, nagy minőségben és, és különleges értéket képviselve bort előállító borász kollégánkat, bortermelőnket díjazzuk. És ez a több mint negyed évszázad, amióta ez a díj működik, és a magyar borágazat is megújul, fejlődik, azt gondolom, sokak szorgos munkájának eredményeként. Ez egy olyan időtáv, aminek eredményeképpen hát sokan idősebbé váltak, megjelent az új generáció, és most napjainkban mondhatjuk kifejezetten, hogy egy generációváltás zajlik a mi ágazatunkban is. Érdekes módon azt is meg lehet figyelni, hogy apáról fiúra is akár, tehát valódi generációváltás. Így van, beszélek, tehát konkrétan te... is, így van apáról fiúra, vagy apáról lányra, uh -huh. száll a munka és a, a hivatás és az elfoglaltság. El Ez szerencsés, ha minden szakmában így van, a borszakmában még inkább, hiszen itt olyan kultúrával foglalkozik a szőlőbortermelő, amelyik maga is egy emberöltőt, vagy akár több emberöltőt szolgál ki, egy uh -huh. gondoljunk csak egy szőlőtőkére, amelyik 30 40-es korában adja a legjobb minőséget, és nagy meccsben vannak a 80-100 éves tőkék is. Tehát egy ilyen helyzetben ez a generációváltás, ez itt nagyon egészséges és nagyon jó. És hát ennek következménye az, hogy hogy olyanok lépnek hátrébb a szakmából, az aktivitásból, és adják át a botot, akiknek hát nagy érdemük van abban, hogy ez a szakma oda jutott, ahova jutott. És ez a gondolat, az, ami mentén a Magyar Borakadémia tagságában megfogalmazódott az a javaslat, az a gondolat, hogy ezt, ezt a helyzetet kéne kezelni, kéne azokra gondolni, akik valóban így most kilépnek, visszalépnek az aktivitásból, és ha ezek között van olyan, szerencsére van ilyen nagy számban, akik sokat tettek, akik példamutatóak, akik szakmailag, erkölcsileg, emberi tartásukra tekintve tényleg kiemelkedőt teljesített, azokat tiszteljük meg egy díjjal. És így született ez az életmű díj, amit tavaly 2017-ben egy szabályzattal pontosítottunk, és alapítottunk meg, mint Magyar Borakadémia, mm -hmm. és a tavalyi évben érkeztek a jelentkezések, de bocsánat, a javaslatok, jelölések, talán. jelölések mm -hmm. az akadémia tagjai részéről, mm -hmm. és ezt figyelembe véve, idén most évelején a Magyar Borakadémia elnöksége kibővítve az aktuális elnökség kibővítve a korábbi elnökök, borakadémiai elnökök személyeivel, hoztuk meg a döntést, és ítéltük oda ezt a díjat idén Edének, és ő kapta meg a parlamentből, ami egy kultikus, szakrális helyszín volt, és azt gondolom, hogy hát nagyon nagy megtiszteltetés volt a díjnak, a szakmának, magának a díjazottnak is, mm -hmm. hogy ilyen körülmények között ünnepel, ünnepelhettük őt. Ön azt mondja, hogy ott voltak a korábbi elnökök is, és a korábbi elnökök is akár a jelölésben részt vehettek. Az önök mandátuma, elnök úr, milyen időszakra szól, és hogy történik az újra választásuk, vagy az új elnök megválasztása? Három éves ciklusban működik a Magyar Bor Akadémia elnöksége. Ez a díjátadó ünnepség egyben egy tisztújító közgyűlés is volt, úgyhogy az elmúlt három évben működő elnökség gyakorlatilag teljes változatlan formában, most egy újabb három Évre kapott mandátumot. Értem, hát gratulálok ehhez, és hát ön, mint műsorunk elején nézőinknek mondtam már, nem először vendége ennek a műsornak és ennek a stúdiónak, de emlékezetem szerint ön mindig is elnöki minőségében foglalt helyet itt a fotelben. Három Úgyhogy önt, önt állandóan választják <laughs> újra és újra. Ezek szerint a Borakadémia tagsága elégedett. És hát a magyar borászok elégedettek az ön, illetve az ön által vezetett akadémia működésével. Remélem így van. Annyi van pontosítok, hogy Na? az elmúlt három évben volt első ciklusom, mint elnök. Előtte is az elnökség tagja voltam, kilenc éven át. Ja, és akkor doktor Kállai. És akkor doktor Kállai, professzor úr, Igen, aki van. most egyébként a magyar borakadémia tiszteletbeli uh -huh, elnöke, uh -huh, tehát uh -huh. őt örülök, hogyha magunk mellett tudhatjuk, amíg Igen. ő erre vállalkozik, Igen. bírja, Igen. tudja csinálni. Igen. Nincs Cyan borász, van. akit ne tan így van, ő egy olyan, olyan meghatározó tudod. személyiség a Ége. szakmának, aki, aki nagyon nagyon fontos számunkra is. Na de térjünk vissza az első életműdi kitüntetettjére. Ú, Tiffany, de ugye nem tudom, úgy emlékszem, hogy nem hangzott el még sem öntő sem tőlem, mert teljesen egyértelműnek vesszük, hogy mindenki tudja, hogy ő villányi borász, és hát a villányi vörösbornak a... Hát, talán a, nem tudom, szabad-e azt mondani, hogy az atya az igazi megteremtője, hiszen ő a rendszerváltozást megelőzően is villányban ebben a szakmában dolgozott. Igen, ez nagyon fontos gondolat volt. Köszönöm ezt a így föltett kérdést, mert valóban Tiffany-de méltatásánál az én nagy gondolom egy nagyon fontos momentum és elem hogy egy olyan termelőről, szakemberről, borászmérnökről van szó, aki nem csak most az elmúlt 25-30 évben a rendszerváltozást követően lett emblematikus szereplője a szakmának, és meghatározó szereplője a megújuló magyar szőlőborágazatnak, hanem ő a példamutatásával, a szakszerűségével, a tudásával már az előző érában, az előző rendszerben is mindent megtett annak érdekében, hogy a szakma jól is, és, a körülményekhez képest, az adottságokhoz képest, mert egy más koordináta rendszer volt, ahol dolgozni kellett, abban a koordináta rendszerben is a maximumot nyújtotta, és azt gondolom ez egy olyan, olyan érték és olyan érdem, amit nem szabad elfelejteni, és nem is, nem is lenne helyes dolog megtagadni azt a múltát, ré... az én tudnak azt a részét, ami a, arra az időszakra esik, hiszen ott is tisztessége, becsülettel kellett mindenkinek a szakmáját végezni, legalábbis az emberek többségének, és ez így is volt, és ezért ez része a, múltunknak, az életünknek, tehát ezt mindenképpen emeljük ki. Tehát mondhatjuk, hogy Tiffany, de ilyen szempontból egy nagyon méltó személy. Az, hogy a, villányi vörösbor megteremtője azt ő biztos, hogy elutasítaná, uh -huh, vagy elhárítaná uh -huh. ezt a hát jelzét, ez hiszen, több száz évre hiszen a, villányi vörös, uh -huh. a, villányi vörösbor, a villányi vörösbor az tényleg Azok Azokra borokra gondolok, amiket mi ihattunk, de, hogy ez, dehogy, de, így van, és, és tényleg ezek egy kis visszaemlékezés csak arra, hogy, hogy, hogy milyen Igen hát érdekes fejlődési pályán esett át a szakmánk és az egész magyar borkultúra a termeléstől a fogyasztásig, mm -hmm. mert hogy ha visszaemlékszünk, hogy a 90-es évek elején, akkor ők megjelentek, épp a villányi borászok voltak az elsők, akik a, a legjobb, akkori legjobb minőséggel berobbantak a magyar borpiacra, és a fogyasztók az ő boraikat kezdték először e, keresni, és azok voltak a zászlóvivői a megújuló magyar borminőségnek, és hogy ha visszaemlékszünk egész őszintén, és kérem a nézőket is, hogy gondoljanak vissza, akinek ilyen idő visszatekintésre van lehetőségük, meg tapasztalatuk van, hogy milyen borokat kóstoltunk akkor úgy, hogy na térdre imára, mert ez olyan csodálatos bor, és ez már a, ez már a világ legjobb borít, most már mi megverjük az egész világot, és hát mondhatjuk, hogy azért azóta mekkora fejlődési pályát jártunk be, és hogy azok még messze nem voltak azok a nagy borok, Aha. és hogy ez nagyon jól mutatja, példázza azt, hogy, hogy az a munka, amit most téfened esetében is méltattunk, az mennyire hasznos volt és mennyire szükséges, mert nem lehet egy, egy alacsony színvonalról egy, lépéssel nagyot lépni, ez csak egy szerves fejlődésben Elnök nagyon örülök, hogy ezt mondta, mert ha én most azt a kérdést teszem fel, hogy rendszerváltozás előtt vagyunk, 1970-ben, 1980-ban, Tiffán Ede villányban borászként tevékenykedik, akkor, és azért mondtam, hogy nagyon örülök a kérdésének, hogy miért nem készülhetett olyan vörösbor Tiffán Ede keze alól, hiszen adott volt a villányi tőke, adott volt a gyümölcs, adott volt a borásznak a tudása, nem az igényekkel volt a korbaj, hogy, hogy nem igényelték hát... még azt a minőséget, és nem olyan ö, mennyiségben kellett termelni, hanem iszonyú mennyiséget küldtünk akkor a különböző Hát, a, ahogy mondták, ezt a szocialista ország. Nem véletlenül fogalmaztam az előbb is, hogy egy, egy koordináta rendszer volt, ami teljesen uh -huh. más volt. Tehát nem lehetne egy vagy két okot kiragadni, mert minden más volt. És ha visszaemlékszünk azért, abban az időszakban Magyarországon még 130 ezer hektár szűrültetvény volt, kétszer annyi, mint ma és termeltünk 5-6 millió hektoliter bort évente. Viszont ebből alig maradt itt Magyarországon 2-2,5 millió hektoliter, és, és az összes bort gyakorlatilag exportáltuk a KGST piacra. A bor piacán, a magyar belföldi piacán ugyanúgy hiánygazdaság volt, mint minden az autóban, vagy a, vagy a kenyérben, vagy bármiben, tehát tehát egy hiánygazdaság volt, és azok a gazdasági és, és politikai korlátok és igények, amelyek akkor meghatározták és determinálták a munkát, azok a tömegtermelést preferálták, abban a helyzetben állami támogatástól függött egy vállalkozás, egy állami vállalat, az akkor tudott jól prosperálni, akkor tudott prémiumot adni a dolgozóinak, akkor tudott a működéséhez forrásokat szerezni, hogyha kellően rugalmas kis kiszolgáltak a KGST piacot, uh -huh, uh -huh. és így kapott állami szubvenciót, Igen. és ebből tudtak megélni a cégek is. Akkor arra a piacra azt kellett termelni, amit mi akkor termeltünk. Egyébként szőlőből normális, tisztázó borok voltak, csak hát uniformizált, Igen. egységes. Tehát nem, nem, nem szabadna azt mondani, az nagyon hamis lenne azt mondanánk, hogy akkor, akkor hamis borok vagy rossz borok Igen. készültek. Messze nem használtuk ki azt a potenciált, ami a magyar szőlészetborászatban van a minőséget tekintve. Csak egyre koncentrált az akkori ágazat, mert ilyen körülmények voltak a mennyiségre. Így van. Önnek volt egy mondata, amikor Tiffan Ede 1990-es tevékenysége is szóba került, mert úgy berobbant a, a magyar köztudatba és a magyar borfogyasztásba. Mennyivel jobb lett volna, ha ön fogalmazhatott volna úgy, hogy berobbant a magyar és a világ bor köztudatába. Mindezt én azért mondom, mert a következő borász, bortermelő, akiről én szeretnék szót váltani önnel, a Szőke Mátyás 2017-ben ő volt az év bortermelője. Hát azt hiszem, hogy a borászok között mondhatjuk, hogy ő már a, a tapasztaltabb generáció. Az idős tartozik, generáció már igen. És amikor én bátorkodtam azt mondani, hogy a világ bor köztudatába valaki berobban, akkor ő rá ez ugye elmondható. Igen, azt gondolom, igen. Egyébként Tiffán Ede is a ma ilyen, már ilyen, ilyen szempontból igen. ő is Olyan. nagyon sikeres. Ő nagyon korán ugye, a kiemelkedő boraival, elsősorban nyugat-európai piacra, mm -hmm. Hollandiában uh szállított, a Medenux mm -hmm. nagy mennyiségben, még szállt mai napig. Igen. És Szőke Mátyás aki szintén a Magyar Borakadémia Akadémia tavalyi díjazottja, 2017 év bortermelője címet ítélt oda következő, mert tehát még aktuálisak vagyunk, mert 18-ban kapja ő meg, vagy kapta igen, meg ezt az elviselést. Igen, tehát 10-17 végén uh -huh. született meg az eredmény, uh -huh. és egy nagyon szép gála gálaebéd keretében mindig a következő február elején. Tegyük hozzá, adjuk hogy át, Áder János jelenlétében. Most vörtén. már közel azt hiszem 5 éve, minden évben elnök úr megtiszteli ezt igen, az eseményt, igen. és... És nagyon uh -huh. nagyon ismerően szól a bor és a gasztronómia ezen a szinten való bemutatásáról, mert mert ez egy kiemelkedő alkalom a, a magyar bor és a gasztronómia ünnepe, uh -huh. és ebben uh -huh. összefog, is a két, összefog a két szakma. Tehát Szőke Mátyás boraival az Egyesült Államokban, Kaliforniában uh -huh. vált, nagyon ismerté, és hát 100 ezer er palasz fölötti mennyiségben ad el bort. Évek óta nagyon komoly piaca van a borainak, és örömteli, és nagyon érdekes, hogy, hogy az ő borai egyébként nagyon egyediek, vagy hát egy, 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 markáns karakterességet hordoznak, ugyanis az ő hitvallása az, hogy a fehérborokat is valamennyi kicsik is ászokhordós érlelés alatt, alatt, készíti, vagy igénybevételével készíti, és ilyen módon nem a megszokott gyümölcsös, csak virág és gyümölcsillatokban tobzódó, reduktív fehérborok készülnek az ő keze alatt, hanem, hanem e, picit markánsabb, a magyar, hagyományos fehérbor felfogáshoz közelebb álló, kicsit ászkolt fahordósérrel is kapott fehérborok, és vörösborok, ahol ez, ez, ez adekvát nagyon, ilyen borok készülnek általa, és ezek a borok ilyen egyedi magyaros karakterű borok, amelyek nagyon sikeresek Kaliforniában, úgyhogy ez egy külön siker, mert egy érdekes karakternek, egy magyar, magyaros karakternek is e, e, egy elismerés szerez az ő munkája. Nem beszélve arról, hogy azért az nem mindegy, hogy az Egyesült Államoknak egy olyan részébe törtőbe Észak-Magyarország boraival, Gyöngyös környékének boraival, ahol hát azért van a borkultúrának hagyománya. Hát nagyon, ugye, ugye ez is mondjuk magyar kötődés van, Haraszti Ágoston, aki megteremtette Igen. Kaliforniában a szőlőtermesztés, szőlő és gyümölcs termesztést adja, ott nagyon tisztelik, tudják a magyar uh -huh. származását uh -huh. ennek, a, ennek az úttörőjének, a kaliforniai borászat megteremtőjének, és azt gondolom, hogy méltó követője és követői vannak egyre inkább az Amerikai az Egyesült Államokbeli piacon a, az elődöknek, mert, mert ezek az export sikerek azért ezt igazolják. Én még merek arra is gondolni, hogyha az ott élők összehasonlítják a kaliforniai borokkal szőkemátyás borát, akkor azért az aranyérmet szőkemátyás viszi el. <laughs> hát, É, mond, kérdése mo mondjuk, ez. mondjuk ezt, és ezt, ezt, ezt is kell nekünk mondani, innen, ebből a székből, Magyarországról, Igen. nekünk ezt kell mondani. Igen. Nyilván egy francia, azt mondja majd, hogy a francia, a Kalifornia, azt fogja mondani, hogy bezzeg, a milyen, az a legjobb, Igen. ez így van rendjén, mert ez a bor attól csodálatos, hogy ilyen Igen. sokszínű, ennyire jól ki lehet vele fejezni önmagunkat, mert ezt, ezt, ne felejtsük, ez nagyon fontos a bor, egy olyan, olyan identitás hordozó terméke az embernek, az emberiségnek, egyedülálló szerintem, amelyik a legsokszínűbben és leggazdagabb eszközrendszerrel képes kifejezni azt, hogy honnan érkezik az a bor, milyen tájból, milyen a talaj, milyen az éghajlat, mennyit süt a nap, mennyi a csapadék, milyen domborzati viszonyok vannak. Ebben mi nem panaszkodhatunk. Kik művelik ugye? a szőlőt, milyen emberek, becsületes, szorgalmas, Így tisztességes, mennyire innovatív, Innovatív, milyen technológiát alkalmaz, mennyire sokszínű, milyen változatos a termékpaletta. Ez mind-mind benne van a borban, és, és szerintem még az is benne van, hogy, hogy kinek milyen a, 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 a a a természethez, a valláshoz. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon kifejező termék, és azt gondolom azok a személyek, akikről most mi beszéltünk, ebben is nagyon példamutatóak, mert az ő boraik, mint Tifán Ede, mint Szőke Mátyás borai is, nagyon kifejezőek, egyediek, mással, mások borával nem összetéveszthető, és ez külön érték, azt gondolom, a borszakmában. Azt hiszem, valamennyiünk megelégedésére mondhatom, hogy ha egy év múlva majd újra 2018 termés eredményeiről és minőségéről beszélünk, akkor elégedettek leszünk, ha olyan gyönyörű borokat fogunk tudni itt hát jelképesen bemutatni nézőinknek, mint ami volt 2017 termése. Köszönöm, hogy eljött hozzánk, elnök úr. Köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket. Tartsanak máskor is aduettel.